Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a PAX Televízió nézőit. Önök a Férfiak iskolája című sorozatunkat látják, és állandó beszélgető partnerem dr. Vég József, aki pszichológus, igehirdető, családapa, férj, és mindenféle szerepében ebben a kérdésben nagyon otthon van. Úgyhogy nagyon köszönöm, József, hogy elfogadtad a meghívást ismét. És visszautalok most az előző adásra, amikor is a szexről beszélgettünk, pszichológusok megközelítése oldaláról és a Biblia megközelítése oldaláról, és azt summázta meghívott szakértőnk, hogy a modern pszichológia újra felfedezi a Bibliát, hogy így mondjam, hogy tényleg, ahogy az meg van írva, az úgy a jó, és az mind a mi javunkra van. Úgyhogy ebben a témában fogunk tovább menni, és rátérünk gyakorlati kérdésekre is az élet hétköznapi dolgaira. Még fölütésként hadd mondjak, egy eszembe jutott egy tévében régen, 20 évvel ezelőtt látott riport, Zeiser Endrével készítették, és akkor is a szexualitásról volt szó, és azt mondta Zeiser Endre, hogy aki egy híres genetikus, azt mondta, hogy hát kérem, lehet, hogy szép dolog az, hogy nőtt a GDP-nk, meg idén jó termés volt búzából, de hát azért az annyira nem érint közelről bennünket, mint a szexuális életünk, mint a házasságunk, azon belül akár a szexualitás is. Tehát ez adja meg a témának az abszolút létjogosultságát, és az nagyon jó, hogy a Biblia erről teljesen világosan beszél, hogy ennek milyen fontos szerepe van az életünkben, úgyhogy azért választottuk ezt a témát, és férfiakként fontos, hogy tudjunk bizonyos dolgokat, de a feleségek is figyeljenek, mivel ez nem egy személyes dolog, hanem társas játék, hogy így mondjam, vagy Isten társas lényként teremtve áldott meg bennünket ezzel. Úgyhogy folytassuk is az előző részben elhangzottakat. Tehát össze megállapítottuk azt, hogy miért nem jó a házasság előtti szex, tehát megházasodnak, és fiatal házasként van-e valami tanácsot szakemberként, férjként, biblia tanítóként, mit érdemes egy férfinak szem előtt tartania, mint friss házas? Kezdjük az aranymondással, ugye, hogy amit már nagyon, majdnem minden műsorban elmondunk, de tényleg vésődjön bele minden férfinek az agyába, hogy a férj legfontosabb feladata, hogy felkeltse, elnyerje, és a maga számára megtartsa a felesége leggyengédebb érzéseit. Tehát ez az arany meghatározás. Hogyha ez az iránytű a fejemben van, mint férnek, mint férfinek, hogy nekem az a feladatom, hogy a feleségem leggyengédebb, legértékesebb érzéseit a magam számára elnyerjem, fenntartsam, akkor teszem őt boldoggá, és akkor tesz engem ő boldoggá, tehát így lesz kölcsönös, akkor ez az iránytű nem csak a kommunikációmat fogja befolyásolni, hogyan beszélek vele, nem csak a szenvedélyesség, vagy az idegesség, vagy a haragnak a mértékét, zéro, határozza meg, hanem meghatároz azt is, hogy figyelek rá a szexben is. Ugye ott is továbbra is az a feladatom, hogy a lehető legjobb érzéseket tudjam feltámasztani az irányomban, a feleségemben. És hát nyilván itt nem lehet olyan szabályt mondani, hogy na, ezt a gombot megnyomod, akkor működni fog, mert ahány ember, annyiféle egyéni preferencia, egyéni érzékenységi pont, de vannak azért aranytörvényszerűségek. Az egyik ilyen, amit már az előző részben beszéltünk, hogy a férj tanuljon meg figyelni a feleségére. Ne csak az, hogy mit mond, hanem hogy milyen apró jelzéseket ad. Ugye, hogyha figyelem, hogyha azzal a céllal, nem tudom azt mondani, nem azt mondom, hogy azzal a céllal, de azzal a megfontolással vagyok együtt a feleségemben, mint férfi, hogy örömet kívánok neki okozni, akkor figyelem a reakcióit.
Hogyha úgy látom, hogy elhúzódik, vagy csöndben van, vagy elmegy a kedve, akkor nyilván nem működik az, amivel éppen kísérletezek. Hogyha azt látom, hogy működik a történet, akkor megjegyzem, hogy oké, a feleségemnél ez egy kulcs ahhoz, hogy ő jól érezze magát. Tehát amit mondani akarok az, hogy ha figyelünk egymásra, akkor a szexualitásnak a minősége javulni fog. De a figyelmen túl ugye segíthetünk is egymásnak. Meg lehet beszélni. Bocsánat, még ide bekapcsolódnék, mert azért sok helyen előfordul így házaspárokat lelki gondozva, hogy a férje azt mondja, hogy a feleségem hát eléggé elhidegül tőlem, és ő kvázi követelőzik, de ezt, amit az előző 3 percben elmondtál, hogy a férjnek ugyanolyan kötelessége vagy, sőt, még jobban kötelessége figyelni a felesége finom rezdüléseire, és megnyerni őt, lehet, hogy épp a férj türelmetlen viselkedése, vagy érzéketlen viselkedése teszi úgymond kissé ridegé az asszony. Tehát ezt sokszor én magam is beleütközök ebbe keresztény körökben, leginkább ott történik talán tanácsadás a részemről. Úgyhogy azért ez még ennek a gyakorlati módjairól, hogyha esetleg mondanál néhány példát, mert úgy gondolom, ez itt egy kulcskérdés sok házasságban nézve. Itt azt érintett, hogy látszólag a szexualitás az csak annyi, hogy ágyba bújunk és bizonyos fizikai mozdulatokat végzünk. De nem erről van szó. Ugye, ahogy érintetted is, hogyha mondjuk a férfi nem kedves napközben a feleségéhez, kioktató, vagy valami durván beszólt neki, vagy érzelmileg nem volt harmónia, akkor a feleségek nem úgy bújnak az ágyba, hogy hát addig az volt, hogy jó, hát ma délelőtt a drágám kicsit bunkó volt velem, de ezt most tegyük félre, és éljünk egymással beteljesítő szexuális kapcsolatban, nem így működik. Tehát, hogy érzelmi lényképpen hozza magával. Ugyanígy látszólag ugye a nők azt gondolják, hogy a férfiaknál nem így van, ők elfelejtik, hogy mi volt napközben, és levetkezik az asszony, és akkor már működni fog a dolog. Nem így, egyáltalán nem így van, a férfiaknál sem így van. Tehát a szexualitás több érzelmi közegről van szó. És van még egy nagyon érdekes, ugye a kék meg a rozsaszín nyelv, hogy a férfiak úgy gondolják sokszor, hogy a szexel ki lehet engesztelni a nőt. Ugye hát most kicsit összevesztünk, a vacsoránál beszóltam, hogy nem tudom, hogy hát miért ilyen sót van ez az étel, vagy hogy még mi nem tudsz kelkáposzta főzeléket főzni, és akkor látom, hogy durcás az asszony, pedig mert ugye a sok munka mellett mégiscsak ő csinálta a vacsát, és erre semmi dicséret nincs, és akkor mint férfi rádöbbenek, hogy hát ez nem volt egy jó beszólás, de majd este a szexnél majd akkor kijavítom, hát ez nem működik. Ez így nem, hát a legtöbb házasságban nem működik. Hanem fordítva, hát először bocsánatot kell kérni, vagy először elmondani, hogy hát nem úgy értettem, vagy meggondolatlan voltam, tehát hogy érzem meg ez a történet meglegyen. Viszont a nőknek is, ezt tudni, mert ez férfiak iskolája, de azért csak nők is nézik valószínűleg, a nőknek is tudnia kell ezt a férfiaknak ezt a szexnyelvét, tehát hogy amikor a férfi közeledik, akkor ne azt gondolja a nő, hogy ez a mocskos disznó nem elég, hogy megsértett a vacsoránál, azzal, hogy belém vezet, hogy milyen ezek elkáposzta főzelék, most még közeledni is próbál, tehát, hogy tetézi a bűneit, úgymond. Nem erről van szó, hanem szerencsétlen férfi a maga nyelvén szeretné kiköszörülni a csorbát, vagy jóvá tenni azt a hibát. De ezért csak azt akartam mutatni, hogy amit mindannyian tudunk, hogy a szex azért bonyolultabb annál, hogy fizikai gyakorlatok, hogy így fogalmazok. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy figyeljünk egymásra, egymásnak a reakcióira. Beszéltünk arról, hogy csak ezt nem fejeztem be, hogy nagyon jó, hogyha a bizalmat építjük, és kommunikálunk szex előtt, szex közben, szex után. Tehát, hogyha ki tudunk építeni egy olyan kapcsolatot, meg tudjuk beszélni. Nyilván néha az a romantikát tönkreteszi, de ne gondoljuk. Tehát, hogyha megkérdezem a másiktól, hogy melyik rész tetszik jobban, vagy mi az, ami téged jobban izgat, ne legyünk szégyenlősek, tehát ez nem fogja tönkretenni ezt a fajta kapcsolatot. Aztán
Ugye beszéltünk arról, hogy a szexualitás több, mint fizikai mozgás, hanem érzelmi kötődés, az egész egy ilyen komplex kontextusban, szövegkörnyezetben van. Ezért mindenféleképpen beszélünk el arról, hogy néha a szex a játszma része. Ugye a pszichológia úgy hívja ezt, hogy emberi játszmák. Tehát, hogy a szexet mondjuk büntetésképpen, vagy zsarolásképpen, vagy jutalmazásképpen használni, ami... Vagy negatív, vagy büntetésképpen megvonással élni, úgymond. Igen. És akkor jön az, hogy fáj a fejem, jön az, hogy most fáradt vagyok, vagy hogy most annyi minden gond van, nem lehet. Tehát, vagy meg is mondja, hogy addig még ez nem változik, felejtsd el a szexet, mondjuk, beszól az asszony, mondjuk. Igen. Mert úgy veszem észre, és bocsánat a női nézőktől. Én nem vagyok ilyen merész, mint te, de ezt bízom. Én úgy látom, vagy ez az én élettapasztalatom, hogy a nők gyakrabban élnek ezzel a manipulációs lehetőséggel, hogy így mondjam. Hogy akkor ezt zsaroló eszközként használják. Tehát most megint a férfi agyad működött, mert azt mondod, lehet. Hogy... Azt mondod, ilyen, bocsi, lehet. Csak lefordítom, azt mondod, hogy a nő ezzel zsarol, vagy ezzel büntet, vagy ezzel manipulál, de a nő nem így gondolja. Tehát a nőben inkább az van benne, hogy megsértett, bántást okozott nekem, most éppen ideges volt rám, ezért nincs kedvem, ezért nincs, tehát hogy igen. Érted, de a férfi mégis úgy érzi, hogy nem, hát ez a játszma. Én inkább a játszmát úgy értem, pozitív értelme szeretném mondani a feleségeknek, hogy néha értsék meg a férfi, hogy a férnek a nyelve ez, hogy néha, ahogy az előzőben mondta Pál apostol, hogy adja meg a tisztes kötelességet, a nő is. Adja meg a férfinek azt, amire a férfi vágyik, és tudja azt, hogy oké, hát ő férfi, így gondolkodik. A férfi viszont a másik oldal, hogy ő tudja azt, hogy nagyobb körítés, nagyobb rákészülés, több odafigyelés szükséges. Aztán tudom, hogy ez most nem a házasságon belül van, de egy pillanatra azért érinteni akarom, mert az apák ugye a fiú gyermekeket is nevelik, tehát meg az anyák a lánygyermekeket, vagy vannak gyermekeink, és gyakran a gyerekek is kérdeznek a szexel kapcsolatban. És hogy tehát a házasság előtt a szexuális felkészítés nagyon-nagyon fontos. Jó úgy belemenni egy házasságba, hogy az ember azért tudja, hogy mi az a szexualitás. Nem akarok reklámot csinálni, amikor kavasz voltam, de ezt most elmondom. Most már eszembe jutott, hogy a szociális időben volt ez a híres könyv, Fritz Kahn volt a szerzője, nem is tudom már mi volt a címe, és minden fiú az osztályból azt a könyvet olvasta, ott böngésztük, hogy mi, hogy merünk. De most nevetek rajta, de ez hasznos. Tehát, hogy és hát remélem, hogy most már része az iskolai oktatásnak, de a szülőknek a feladata ez. És csak azt akarom mondani, hogy néha a gyermekek kérdeznek valamit, amiben mi belevetítünk olyan dolgot, amire a gyerek nem gondol. Tehát mi többet válaszolunk neki, mint amit ő kérdezett. Úgyhogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy a szexuális felkészítés alapja az, hogy visszakérdezek, hogy mire gondolsz, mit látod, és amikor a gyerek elkezdi mondani, akkor elnevetjük magunkat, hogy hát ő ezt akarod, és tehát így lépésről lépésre menjünk, de ez csak egy kitérő volt. Aki viszont nem ilyen szülőktől jön, tehát nem kapta meg ezt a felkészítést, a szexuális neveléssel hiányos, annak igenis fontos az, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, képezze magát. És itt jön be az, amit az előző részben kérdeztél, hogy ha valami nem működik rendesen, akkor nem szégyen tanácsot kérni szakembertől. Nem szégyen elmenni és megbeszélni azt, hogy valami nem működik közöttünk, és ezt hogyan lehet javítani. De ahogy az előbb is utaltál rá, hogy a legintimebb dolgokat is az a jó, hogyha megbeszéli a házaspár. Szóval jó, hogyha a házaspár önmagán belül meg tudják beszélni, magyarul nem érzik szükségét, mert megoldódik előtte, hogy szakemberhez forduljanak, de ha nem oldódik meg, akkor viszont tényleg ne legyen bennük szégyen, és közös elhatározása, igen, és menjenek el, és kérjenek tanácsot, úgyhogy ez azt hiszem nagyon fontos. Azt gondolom, hogy mindenképpen érinteni kell egy olyan témakört, mert itt szépen beszélgetünk, férfi mit tegyen, nő mit tegyen, de az életben a statisztikák szerint nagyon sok olyan történik, és nem is biztos, hogy minden kiderül a statisztikákból, hogy mennyi megcsalás van. Hát ez egy
keményebb helyzet. Most úgy általánosságban, ha beszélnénk erről, hogy lehet helyreállítani mégis a bizalmat? Igen. Ez a bizalom egy óriási kérdés, mert ugye a pszichológusként is az ember ismeri, hogy az emberek másképpen reagálnak. Van, akinek egy házastársi hűtlenség olyan sebet ejt, ami soha nem gyógyul be, és soha többé nem tud bízni a partnerébe. És egyszerűen nem gyógyul meg az a házastársi kapcsolat. És van olyan is, ahol ez gyógyítható. Van, ahol is újraépítik. Van, ahol újra a szövetség megerősödik. És ezt csak azért mondom el így ilyen részletesen, mert ez nem csak a pszichológia felismerése. A Biblia érdekes módon azt mondja, nekem nagyon érdekes volt, mikor először találkoztam vele, hogy a Biblia szerint egy esetben lehet elválni egymástól. Az eset pedig az, amikor szexuális hűtlenség van. Tehát, hogyha más probléma van, akkor a Biblia azt tanácsolja, hogy költözenek szét, de ne váljanak el. Tehát, hogy a különélés, hogy hát, ha a másik észhez tér, hogyha egyedül marad, de férfeleség továbbra is. Viszont a Biblia érdekes módon azt mondja, Isten azt mondja, hogy a házassági hűtlenségnél, ha esetleg a hűtlen fél jóvá akarja tenni a dolgot, de mégis a megcsalt fél eldöntheti, hogy együtt kívánja továbbra is élni azzal a másik a házastársával, vagy nem. Tehát a bibliai pszichológia is érzékeli azt, hogy ez a hűtlenség kérdés, a megcsalás kérdés, ez egy nagyon mély dolog. És valamikor gyógyítható, valamikor nem gyógyítható. Okay. De azért nyilván, hogyha mindkét fél elhatározza azt, hogy ők szeretnék újraépíteni a házasságot, akkor a jó hírem az az, hogy ez lehetséges. És méghozzá úgy lehetséges, hogy újra kell tanulnunk önmagunkat. Most akkor a hűtlen félről beszélek. Mert ugye nyilván valaki azt mondja, hogy azért volt hűtlen, mert otthon nem kapta meg azt, amire szüksége volt. Azért volt hűtlen, mert a házasságnak a kapcsolat, tehát maga az otthoni légkör nem volt kielégítő. Ez sokszor így van. De valamikor nem ez az ok. Igen, de talán segít az, amiről már többször is említést tettünk, hogy akkor elmenni pásztorál pszichológushoz, vagy simán pszichológus is tud segíteni, már bocsánat, nem akarom lehozni a pszichológusokat, de mivel egyre inkább rájönnek, hogy a bibliai alapigazságok azok a működőképes modellek, tehát, hogy külső szakember segítségét kérni, amikor még úgymond még a hűtlenség előtt megjavítható a dolog. Igen. De utána is, igen, és akkor erről igen. Még akkor mondjuk. Szóval azt kell mondani, hogy nem mindig a házasságban lévő probléma az oka annak, hogy az egyik fél hűtlenné válik. Valamikor egy férfi, most akkor legyen a férfi, főleg a férfiaknál fordul elő, statisztikailag ez a fajta, hogy főleg olyan is van, hogy kalandot keres, vagy olyan is van, hogy ahogy beszéltük, hogy az előző életéből, a házasság előtti megszokásaiból, a kalandvágyából, vagy ugye van ez a mondás, hogy a férfi ösztönösen az a belső hajtóereje van, hogy minél több nőnek ő legyen az alfa hím, ha szabad így fogalmazni. És ez azért nagyon fontos leszögezni, mert amikor házastársi hűtlenség van, akkor a megcsalt fél, mondjuk legyen a feleség ebben az esetben, úgy érzi, hogy biztos ő volt a hibás. Biztos ő tett valamit, ami miatt ez a házasság ilyen fordulatot vett. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Egyáltalán nem biztos, hogy így van. Szóval, amikor újra akarunk építeni egy kapcsolatot, akkor nagyon fontos leszögezni azt, hogy mint bármely más rossz szokás, legyen az alkoholizmus, szerencsejáték függőség, bármit mondhatunk, kábítószer függőség, ugyanígy, hogy a házasságon kívül keresek szexuális örömöket, ezt a rossz szokást, ebből a rossz szokásból is ki lehet jönni. Hogyan lehet kijönni ebből a rossz szokásból? Úgy lehet kijönni ebből a rossz szokásból, hogy most megint egy bibliai idézetet mondom, csak segít. Azt mondja, hogy meg ne utáld, mondja a férnek a Biblia, meg ne utáld a te ifjúságod feleségét. Ilyen egyszerű a tanács. Azt mondja a Biblia, figyelj oda, Józsi, mind a kettő Józsi vagyok, hogy mikor mondani. Józsi, figyelj oda,
Mert ahogyan a házas évek múlnak, és elmúlik a kezdeti érdekesség, kezdeti újdonság varázsa, és jönnek a hétköznapi kihívások, neked tudatosan tudnod kell azt, amit a Biblia meg ne utáld a te fiatalságot feleségét, a te ifjúságot feleségét, tudatosan tudnod kell azt, hogy neked energiát kell belefektetni abba, hogy a kapcsolat boldog legyen. Tehát amit te most más nők felé keresel, hogy te milyen jó férfi vagy, hogyha ugyanazt a feleséged irányába mutatod, programot szervezel, apró kedveskedések napközben, amit beszéltünk, ugye most nem mondom még egyszer, esetleg fönn a YouTube-on vagy a Pax TV-nek a weboldalán meg lehet nézni, hogy hogyan szeresse a férje a feleségét. Tehát, hogy aktívan figyeljünk oda, hogy a kapcsolatot kezdjük építeni. És nagyon érdekes, hogy amikor az ember elkezd építeni a kapcsolatot, amikor a megcsaló fél, aki szeretne új ember lenni, elkezd egy újfajta szokás szerint élni, akkor azt tapasztalja, hogy elkezd megváltozni az érzelemvilága, elkezd megváltozni a feleségéhez, vagy a férjéhez való viszonya. Tehát, hogy elkezd a kapcsolat rendeződni. De ez nem megy úgy, hogyha a feleségem jobb lesz, és majd jobban törődik velem, jobban figyel rám, akkor majd én is jobban fogom őt szeretni. Nem. A gyógyulásnak az útja, vagy a megjobbításnak az útja nem az, hogy ha majd ő, hanem én ezt teszem, én azt teszem, én azt teszem. Ugye itt megint az jön, hogy a Biblia nagyon megfogalmazza, de a pszichológus, hogy a szeretet nem szenvedély. Tehát az, hogy a másikat szeretem, az nem ugyan, hogy szeretem a másikat. A másiknak a szeretése az egy tudatos döntés. Tehát az érzelmek egy tudatos döntéssel párosulnak. Szóval ebben segít a pszichológus, vagy a házassági tanácsadó, vagy a coach, ki hogyan szereti, kihez fordul, vagy a lelkipásztor, vagy a pasztorál pszichológus, hogy elkezdi tanítani a feleket arra, hogy kezdjük el felfedezni egymást újra. Kezdjük el meglátni a másikban a jó tulajdonságot. Kezdjük el beleinvestálni a másikba. És akkor fog a szexuálisság is javulni. Ez is ide kapcsolódik, ahogy menet közben említetted azt az igét, hogy az ige felszólítja a férfiakat, hogy a fiatal ember, vagy az idősödőeket, hogy meg ne utáld a te ifjúságot, feleségét. Hogy a Biblia abszolút tiszteli a nőket, tehát nem férfi macsó uralmat hirdet. Ezt nagyon fontos tudni. Az Új Szövetségben szóval még inkább ugye Pál azt mondja, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, tehát, hanem az új teremtés számít, meg egyáltalán egyedül rangra emeli. Tehát ez gyönyörűséges látni, mert sokakban ez rosszul él, mind férfiakban, mind nőkben, mind társadalmi sztereotípiaként, hogy a keresztény vallásban lenyomják a nőket. Hát ez abszolút nem igaz. Pont a Biblia gondoskodik arról, hogy a nőknek a tisztelete meglegyen, és ez egy óriási dolog, hogyha ezt figyelembe vesszük, mert ugye társadalmilag, amiről beszélt, hogy ez mennyire negatívan üthet ki, hogyha ezt nem tartja, vagy nem tudja, vagy nem tartja meg egy házasságban mondjuk a férj, hogy Olaszországban az egy bevett családmodell, hogy van a feleség, és akkor miután már megszülte azt a 4 gyereket, akkor az asszony ugye kicsit hamarabb öregedik, és akkor beújítunk egy szeretőt, és gyakorlatilag az egy ilyen elfogadott társadalmi konstrukció, hogy a szerető is megy, megjelenik a közös ünnepségeken, stb. És ez úgy társadalmilag egy bevedő, bocsánat az olaszoktól, de egyrészt filmen is lehet látni, meg azért vannak információm a valós életből is, tehát ez egy döbbenetes dolog, és akkor annak a szerencsétlen asszonynak, aki az egész életét feláldozta azért a férfiért, meg a gyerekért, akkor meg kell úgymond még meg kell játszani, hogy ő ebbe a szerepbe elégedett meg minden, és közben kifutna a világból. Tehát valami borzasztó megalázó arra az illetőre nézve, arra öregedő, bocsánat a kifejezés, idősödő feleségre nézve. Tehát a Biblia pont az, hogy ezt a méltóságot emeli vissza. Ezt csak azért kanyarodtam vissza, mert ez nagyon fontos megérteni, mert ugye férfiaknál is kapuzáráskoz ez előfordul, amit mondasz, hogy bizonyítani akar, és akkor régi dolgok előjönnek, hogy,
hogy hú, mennyi nő csípett engem, stb. Aztán itt van az asszony, akivel most nem igen rózsás a helyzet, és akkor még nagyobb a kísértés. Akkor mindjárt beszéljünk a kísértésről. Mert az egy létező dolog. Na most, hogy ezt a nem keresztény házastársak mennyire veszik komolyan, mennyire nem tudom pontosan, mert én már hívőként éltem meg a házas életet. De mit tudsz abban tanácsolni, hogy a hűség az fönnmaradjon, és a kísértések közepette is? Hát szerintem olyanokat fogok mondani, aki mindenki tud, mert hogy szinte a józan paraszt ész diktálja. Hogy ugye ne játszunk a tűzzel, ez az első mondat. Amikor az ember érzékeli, hogy olyan terület felé közelít, azt mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy ez itt kezd afelé menni, ami nem a házasságon biztonságát szolgálja. Akkor itt most ilyen szimbolikusan mondom, jelképesen sarkon kell fordulni és indulni a másik irányba. Tehát, hogy ha ne menj a közelébe, ne tedd ki magad, ilyen szituációknak. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Hát van az a híres bibliai történet, ha már a Józsikról beszélünk, a József története, ahol ugye Potifár udvarában a Potifárné, és József ugye már az udvartartója volt Potifárnak, aki egy katonember volt, gazdag ember volt, és József fiatal ember volt, és Potifárné megkívánta, tehát az úrnő, ha úgy tetszik. És ebből aztán ugye nyilván rockopera is született, nem tudom, a színes kabát. Igen, igen. Ilyesmi, tehát, hogy amikor megragadta a kabátját József Potifárné. József és a színes vászú, színes igen, kabát. Igen, ilyesmi. De ez a Bibliában jön ez a történet. Akkor József sarkofordul, és elfutott, hogy tehetnék ilyen gonoszságot, és ugye a köntös ott maradt, mert a kezébe maradt a hűtlen asszonynak, vagy aki szeretett volna. Igen, és nagyon fontos, amit mondott József, már bocsánat, hogy közbevágó itt a... Igen. Lelkipásztor oldalam szólal meg, ugye azt mondta, hogyan vétkezhetnék Isten ellen, igen. És hát végül is a férj ellen is. Igen. Hát itt az a hogyan vétkezhetnék Isten ellen, az mondjuk a keresztényeknek szól, hogy lám-lám József úgy élte az életét, hogy annak a tudatában, hogy Isten jelenlétében él mindig. Igen. Na, hogyha valaki ebben a tudatában él, hogy mindig az Isten jelenlétében van, akkor nehezebb is vétkezni. Tehát ez egy jó dolog, hogyha az ember... Igen. Emlékezteti magát folyamatosan, hogy nincs egyedül sohasem, mindig vele van az úr. De arról azt kérdezted, hogy aki mondjuk nem hívők, ott hogyan lehet? Az egyik ilyen, hogy ne játssz a tűzzel. A másik, amit már érintettünk, az, hogy kimondom magamnak, hogy a feleségemmel való kapcsolat fontosabb, mint sem, hogy veszélyeztessem, és ezért nem megyek abba az irányba. Igen. Jó, tehát hogy a harmadik dolog az, hogy konkrétan ezeket a vágyaimat megpróbálom a feleségemre irányítani. Ő az a nő, akit választottam. Tehát igen. A választás, az önuralom és a kísértés helyzetétől való tartózkodás. Most, hogyha valaki keresztény mellett, akkor ezt még kiegészítheti az imádkozással, elmélkedéssel, sőt, a feleségével való együtt imádkozással meg. Igen. Ezekkel a lelki gyakorlatokkal, szabad ezt mondani. Igen. De nyilván, mint a jelenfejlődés mindenkor, ez harcokkal jár. Tehát, hogy tudatosan kell élnünk az életünket. Ahogy már mondta, a konyhában volt egy ilyen posztit kitéve, a feleségem írta ki, hogy olyan az élet meg az embernek az érzelemvilága, meg a kívánságvilága, mint a tenger, hogy jönnek a hullámok, mindenféle hullám jön. De Józsi, te döntöd el, hogy melyik hullámra állsz rá, melyiken lovagolsz. Tehát ez nagyon-nagyon jó mondat, hogy az, hogy, vagy Luther azt mondta, hogy a gólya elrepül a fejünk fölött, ugye ez a híres lutheri mondás, igen. De nem engedem meg, hogy fészket rakjon a fejem tetején. Igen. Tehát az még nem bűn, hogy átsuhan az, hogy jaj, itt igen, ez a hölgy most kicsit kedvesebben nézett rám, lehet, hogy lenne itt egy lehetőségem, de itt igen. Már aktívan közbe kell lépni, hogy ezt én nem akarom. Könnyű elmondani, tudom, gyakorlat teszi a mester. Igen. Beszéljünk egy kicsit még azért az önmegtartóztatásról, egy bizonyos értelemben már szóba került, ugye idézted az 1 Korintus 7-ből, hogy időszakosan, ha böjtölnek, például akkor egy komoly hívőházas párt vesz alapul mondjuk Pál apostol, hogy akkor közös megegyezéssel, az is benne van, de egyéb iránt ne fosszátok meg egymástól, hogy így mondjam.
vice versa, de az élet ugye olyan helyzeteket produkál, hogy mondjuk a férje elmegy kiküldetésbe Amerikába két hétre, három hétre a felesége nélkül. Például egy, mit tudsz ilyenkor javasolni mind a férfinak, mind a nőnek, a férjnek és a feleségnek, ilyen esetekben, amikor mondjuk is teszem azt minden, 35 éves a férj, 30 a feleség mondjuk, és kimegy vállalati kiküldésbe, csinos kolléganőkkel. Ez a valós élethelyzetek. Nem beszélve arról, hogy például vannak bizonyos foglalkozások. Pilóták, stewardessek, orvosok, nővérek, éjszakai ügyelet, stb. Tehát mit tudsz mondani ilyen helyzetekre? Hát csak úgy azt, amit az előbb elmondtam, tehát, hogy amit az előbb elmondtam, azt még készítem azzal, hogy még vagyunk a kiküldetésnél, vagy éppen Amerikában van. Hát főleg most a 21. században minden nap tudunk beszélgetni. Lehet, hogy van időeltolódás, de akár, nem tudom, videótelefonos módszer is, tudunk egymással beszélni rendszeresen, illetve a másik nagyon nagy segítő eszköz, én szerintem az aktivitás. Mármint én itt értek ez alatt, hogy a kísértés az vagy az ellenség, hogyha ezt most megszemélyesítem, akkor tud a leginkább és legeredményesebb lenni, amikor éppen semmit nem csinálok. Tehát, hogyha én valamin dolgozom, valamivel elfoglalom magam, be van osztva a napom, akkor sokkal nehezebben talál meg az, hogy hát kinek is kéne udvarolni, hogyan kéne kedveskedni, akkor aznak a stewardessnek, vagy annak a munkatársnőnek. Tehát, hogy fönntartom a kapcsolatot a házastársammal, rendszeresen, megbeszélünk mindent, ővele osztom meg a dolgaimat, és gyakorlom az önuralmat, ugye, hogyha a kísértésnek a szele jön, akkor elfordulok, elfutok, és kimondom, hogy ezt nem akarom csinálni, és harmadik pedig az, hogy aktivitás, ha szabad ezt mondanom. Tehát, hogy konkrét. Hát megint csak a Bibliából a példa az, ami tudod, mire gondolok, így van. Gondolom, mert elég eklatáns példája ennek, hogy úgy van megírva, hogy a királyok ekkor és ekkor háborúba szoktak menni, de Dávid nem ment el, hanem rábízta a hadvezérére. Ehhez kint nőgyörgött ott a teraszon. Igen, ő meg ott kényelembe helyezte magát a teraszon, és hogy nem. És lám megjelent. Becsábé. Elcsábult Becsábéra, ahogy szabad. Igen. És akkor ezen lamentálni szoktak még prédikátorok, hogy most ki a nagyobb ludas ebbe. Szerintem egyébként Dávid, de mert azért mégis egy királynak ki mer nemet mondani, főleg tehát abban az időben. Tehát, igen. Na mindegy, szóval ez... Na és akkor csak a példa nagyon jó, mert ugye húsfélemberek, Dávid is húsfélember volt, hogy és milyen bonyodalmak lettek belőle. Tehát amit mondasz, kiküldetés van. Igen. És utána egy röpke kapcsolat is, ott Dávid esetében ugye teherbe esett a hölgy, vagy gyermeket várt, meghalt a gyermek, megölte a férjét, tehát hogy nem, óriási bonyodalmak lettek. Még mellesse kb. 30 ember elesett. Még 30 ember elesett, így van. Csak nem akart meghalni a férje a csatában, akkor még oda küldték az élvonalba, hogy így mondjam, az arcvonalba, hogy ott harcoljon. És Dávidnak ebből a lépéséből az lett a vége, hogy Dávid a saját fiait is elvesztette. Igen. Ugye? Tehát, hogy nem látja az ember, hogy egy pillanatnyi döntésnek, rossz döntésnek milyen igen, az egész életet a példabeszédekben erre nagyon erős igék vannak, hogy el ne csábuljon a férfi, igen. Mert az megy a vágóhídra, hogyha ilyenbe belevág. Tehát ezek nagyon, nagyon kemény dolgok. Én még egy dolgot el szeretném mondani, hogy nehogy a műsorodőből ne férjen bele. Egyetlen nagyon fontosat, amit még kiajt, és így átgondoltam, mit akarok még elmondani, megosztani a nézőkkel, hogy és ezt a nőknek mondom, de a férfiaknak szól, hogy néha úgy érzik a férfiak a házasságban, hogy most a házasság egy olyan valami, amiben végre én jogot kaptam arra, hogy az ágyban bármi megtörténhet. Tehát, hogy a feleségemet bármire használhatom. És ez egyáltalán nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. Nem csak azért nem igaz, mert a feleséget aljasítja le, bocsánat, ez a nagyon durva szó, vagy tárgyasítja, akkor egy kicsit tudományosabb, hanem visszahat a férfire is. Mert gondold el, hogyha az a nő mindenbe beleegyezik, amit én akarok, akkor egy idő után elkezdem nem tisztelni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy és ez ilyen keretesen zárhatjuk akkor a beszélgetést, hogy úgy szeresse a férfi a feleségét, mint hogy a saját testét.
és a legszebb fogalmazása a Bibliában, ápolgassa, szeretgesse, ugye? Ez a Bibliának a tanács, és ez lehet a pszichológus tanácsa is. Ez nagyon jó volt végszónak is, úgyhogy köszönöm a kedves nézők figyelmét, és jó, hogy neked is újra a részvételt. Köszönöm. Isten áldja önöket, viszontlátásra.